A versenynaptárt a szövetség készítette el, a fordulók menetrendjét azonban egy ideje a koronavírus állítja össze. Olyannyira, hogy a női NB1 8. fordulójában mindössze a Békés Csaba Kisvárda mérkőzést rendezték meg. Az első fél időben gyakorlatilag végig fejfej mellett haladtak a csapatok, a szünetre 12-11-es vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. A második fél idő elején ellépett ellenfelétől a Kisvárda, fokozatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és végül Bakó Botond együttesen 8 gólos győzelemnek örülhetett a találkozó végén. Az első fél időben tompák voltunk, azt gondolom nem játszottunk megfelelő ritmusban. Viszonylag azért érthető is, hiszen nagyon sok játékosunk sérülten, illetve komoly sérüléssel vállalták a játékot. Bótu Frizsnának az óra két helyen még mindig el van törve. Mihály Adrián gyakorlatilag a bal kezét nem tudja használni, Karnik Szabina lába, stb. Tehát éreztük, és az elmúlt heteknek, illetve napoknak a munkája az sajnos csapatszinten nem tudott megfelelő lenni, és idő kellett, hogy egy picit megtaláljuk a ritmusunkat. Fél időben én azt kértem, hogy ami a legfontosabb, hogy egy picit az idézőes kéziféket engedjük el, és bátrabban, merészebben vállaljuk fel az 1-1-2-2 játékokat, illetve védelembe több lábmunka legyen, illetve jobban zárjuk le a szögeket. Azt gondolom, hogy a nyitott védekezés volt talán a kulcsa a mérkőzésnek, azzal tudtuk megfogni talán végérvényesen a második fél időben a csabai fiatalokat. A hazaiak vezetőedzője annak örült, hogy a hátrány ellenére végig küzdöttek játékosai a mérkőzésen. Boti jól összefoglalta igazából az egész mérkőzés menetét, tehát teljes minden szavával egyetértek. Igazából sebességet váltottak, mi kezdtünk elfogyni, ugye úgy, ahogy Mosonmagyaróváron is gyakorlatilag beszűkültek a lehetőségeink, és gyakorlatilag kinyílt az olló a két csapat között. Díjazandó, hogy nem adtuk föl, küzdöttünk a végéig, ami jellemzi ezt a csapatot. A találkozó 4 gólt szerző Dombiluta szerint második félidei ritmusváltásuknak köszönhető a Kisvárda győzelme. Én úgy gondolom, hogy az első félidőt talán egy kicsit túlságosan bölcsösen kezdtük el, úgy védekezésben, mint támadásban, és nem jöttek azok a játékok, amiket megbeszéltünk. Örülök, hogy a második fél időre viszont úgy tudtunk kijönni, hogy kicsit felszabadultabban jöttek a gyors lerohanásaink, könnyű gólokat tudtunk szerezni, és így gondolom, hogy emiatt tudtuk megnyerni a mérkőzést. A Kisvárda szerdán hazai pályán az Érdet fogadta volna, azonban a Pest megyeieknél koronavírusos betegek vannak, így elhalasztották a mérkőzést. Később lesz a vasárnapra kiírt szombathelyi találkozó is, mivel a házigazdák a játékosaikat érintő karantént követően éltek a halasztás lehetőségével.